Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit a mai videóban. A mai videóban nem másról, mint a fantasztikus, nagyon jó evolúciókról fogunk beszélgetni. Ugye TikTokon is, Twitchen is, amikor streamelünk, nagyon sokan kérdezitek, hogy ezeket hogy kell csinálni, mit érdemes csinálni, hogy kell, és ezekről fogunk ma beszélni. Ugye a csapatunkból látjátok, így néz ki most jelenleg a csapatunk. Ugye innen is vannak eladható játékosok még, meg ilyenek, de most nem ezekről fogunk beszélni, hanem ahogy látjátok itt is, én már megcsináltam a CB Spaces evolution Evolutionből a Matipot, és a Founders csatáros evolúcióból pedig a Ferran torres -t. Na már most Founders Evolution majd akkor fogtok kapni, hogyha most esetleg a Early 10 órás trial-ös cucca játszatok, akkor valószínűleg, hogy még nem kaptatok ilyen Founders-es cuccot, de hogyha majd játszatok a játékkal, akkor kaptok ha meg már most az Ultimate is onnan játszatok, akkor már kaptatok egy ilyen Founders Packet, amiben van a Founders Mass, Founders Badge, Founders Evolúció, stb. stb. Szóval ez nekünk a Ferran Torresünk lett jelenleg, ugye. E, nagyon fontos az, hogy ugye az evolúciót azt itt találjátok a klubba, vagy esetleg, hogyha megnyomjátok ezt a gombot, akkor itt is megtaláljátok az evolúciót, de a klub, és itt van az Evolution, minden evolúciós cuccot jelenleg egyszer tudtok megcsinálni, szóval nagyon okosan kell gondolkodnatok, hogy most a metára mentek, vagy egy olyan játékosra mentek, amiket, am amit ti szerettek, vagy a kedvenc csapatotokból játszik, a nemzetetekből, ugye magyar játszik, úgyhogy nagyon okosan kell dönteni. Na már most, jelenleg, hogyha minden igaz, akkor most jelenleg ezt nem tudom, hogy ezt a Golden Globe 1, meg Golden Globe 2, hogy most ezt egynek kell számolni, vagy kettőnek, de ugye van a Pace és a Founders, és meg még itt négy darab ugye jelenleg. Na már most a Season 1-ben, ami mindjárt majd mondom nektek, hogy meddig tart, 12 darab különféle evolúció lesz, még 37 napig tart ez a Season, és 12 különböző féle evolúció lesz, ami már most már ugye van 5 vagy 6 darab. Na már most, ugye megnézzük az egyik weboldalon is, hogy miket lehet, hogy lehet, mert ugye most már azokat, amiket én megcsináltam, azokat nem tudom megmutatni nektek. De van egy ilyen Welcome to the Evolution, ahol um, egy ratinget, meg egy statokat emelkedik a játékos, itt van fölöttem, hogy miket lehet, vagy mikre fel kell figyelni ugye. Minden um, evolúciót úgy lehet csak megcsinálni, hogy egy lap beletartozik a kritériumokba. Mindenkit meg lehet csinálni, ezt is sokan kérdeztétek, hogy az IE kiválaszt nekünk 4-5 játékost, akit meg lehet csinálni. Nem, hanem hogyha bent van a klubotokban egy játékos, vagy megveszitek a marketen, vagy kinyitjátok, akkor itt meg, tudtok, meg, meg is tudjátok nézni. bejöttök ide, és berakjátok ide, és meg is tudjátok nézni, hogy hogy lesz belőle, mi lesz belőle. És nagyon fontos az még, hogy ugye, Squad battles -be, vagy rivals -be jelenleg kell ugye csinálni dolgokat. Azt is megmutatom mindjárt, hogy micsodát. Meg ugye Foot is majd lehet. Játszani kell ezért most egy meccset, meg még egy meccset. És ugye akkor egyből upgrade elődik a játékos. Na már most ez a Welcome to the Evolution, ez valószínűleg egy tutoriálszerű valami. Mindig kilépek, mert még mindig nem értem a menüt, hogy hogy működik nagyon. Van a... A Relentless Winger, ami kicsit... Ja, igen, nagyon fontos, hogy vannak ingyenesek, meg vannak olyan, ami fizetős. Ez a Relentless Winger, ez 50 000 coin, vagy 1000 FC pont, de ez nyilván nagyobb upgrade et ad, ad neki playstyle ad neki right wing pozíciót, és ide csak left wingeket lehet belerakni, de olyanokat is bele lehet rakni, akinek a left wing az alternatív poz pozíciója. De itt nyilván több dolgot kell csinálni, nagyobb upgrade-ért, meg nyilván fizetni is kell érte, rugni kell négy gólt, játszani kell öt, meccset, utána megkapod ezt, Asszisztolni kell négy gólt, nyerni kell kettőt, játszani kell öt, meccset, utána megkapod ezt a lapot, utána, hogy megkapd a legnagyobb rétingű lapját, rugni kell, asszisztolni kell kettő különböző meccsen, nyerni kell kettő meccset, meg játszani kell ötöt és akkor megkapod a végén a legnagyobb lapját a játékosnak. Van a Golden Glow app, ahol akár azt is tudod csinálni, hogy egy bronz játékost húzol fel, itt is meg látjátok a kritériumokat fölöttem, és hogyha például belerakjátok mondjuk őt, akkor játszatok kettő meccset, megkapjátok ezt a lapot, nyertek hármat, megkapjátok ezt a lapot. Na már most ezt a Golden Glow app kettőbe bele tudjátok rakni, ezt a lapot, és akkor egy 64-es lapról bele tudjátok rakni ebbe, és fel tudjátok húzni akár 84-es lapig is. Itt is látjátok minden, mindig figyeljetek oda srácok, hogy azokat tudjátok csak ábrédelni, ami megfelel a kritériumoknak. Na már most, ugye itt már ugye kapni fog a játékos tikitaka, ping pass, playstyle meg mindenféle dolgot, itt is négyet kell assziszolni, ötöt kell játszani, kettőt kell, kettő gólt kell rugni ötöt kell játszani, asszisztolni kell ötöt, ötöt kell nyerni, és akkor megkapod a végén a nagyot. Na már most, uh, megnézzük még gyorsan a másik kettőt, amit már én megcsináltam. Ugye van a PC Protectors, amiben ugye ez, ezek a kritériumok, és ezeket kapjátok érte. Itt ugye kell nyerni uh, kettő meccset, meg kell nyerni hármat úgy, hogy uh, kettő góllal kettő góllal kell megnyerni a meccset. És itt ugye az a lényeg, hogy 65 pész a maximum, akit belerakhatsz, ezért ilyen bonucsikat, kiállíniket, dizászikat, mátipokat, ilyeneket raknak bele az emberek, mert összesen 15 darab pész upgrade kapnak, tehát hogyha egy ilyet, ki tudjátok maxolni? Mondom, olyanokat tudtok belerakni, akiket szerettek, vagy egy olyat, aki meta, mert akkor nyilván a 65 pc embert fogtok belerakni, és akkor 80 pc lesz az ember. És ugye, itt meg tudjátok nézni ezen az oldalon, ez egy nagyon-nagyon jó oldal, hogy itt meg tudjátok nézni azt például, hogy kiket ajánlanak, mondjuk ő is egy jó játékos, akkor van a Milinkovics, aki 6 magas, és, és amúgy tök jó statokkal rendelkezik így a játék elején. itt ezen az oldalon foot.gg, meg tudjátok nézni mindent, mindjárt mutatok dolgokat még, hogy mit tudtok. Meg arra is nagyon figyeljetek oda, <coughs> hogy jelenleg uh, special lapokat is tudtok upgrade meg olyan, olyat is tudtok csinálni, hogy egy gold lapot beleraktok ebbe a Welcome to the evolution -be. akkor hogyha megfelel a kritériumoknak, akkor bele tudjátok még rakni esetleg a Relentless Fingerbe, például az Ansufati ról ezt tudom nektek mondani, hogy az Ansufati-t úgy meg tudjátok csinálni, hogy nem 84-es lesz a végén nektek, hanem 85-ös, látjátok itt a Welcome to the Evolution-be belerakjátok, és megfelel ennek is, és meg tudjátok nem 84-esre, hanem 85-ösre csinálni esetleg. Erre is oda tudtok figyelni, hogy nem 84-esre húzzátok fel, hanem belerakjátok például ebbe, és akkor, um, akkor egyre egy nagyobb rétingű lesz. Azt is meg tudjátok csinálni, hogy a Welcome to the Evolution-be beleraktok egy bronzlapot, utána belerakjátok a Golden Glow-up 1-be, -be, utána belerakjátok a Golden Glow-up 2-be, és akkor egy ilyen nagyobb rétingű lesz megint a Welcome to the Evolution miatt. Egy olyat is meg tudtok akár csinálni, ugye ez, ezt nem tudom, hogy mennyire így akarták, vagy nem így akarták, de a Golden Globe 2-ben tudtok olyat csinálni, hogy Golden Globe... Hol van a Golden Globe 2? Golden Globe 2-ben tudtok olyat csinálni, hogy nem bronzokat raktok bele, hanem gold lapokat beletudtok rakni Gold lapokat úgyhogy a Welcome to the Evolution-be beleraktuk egy CM-et ugye itt a Golden Globe 2-nél kell figyelni oda, hogy CM-eket lehet csak csinálni a Golden Globe 1 meg 2-be uh, ide beleraksz egy CM lapot aki megfelel a megint csak a dolgoknak és akkor beletudjátok megint vagy ide a Welcome to the Evolution-be beleraktuk egy CM lapot aki megfelel a Golden Globe 2-nek a Criserium-ának. És akkor bele tudtuk ide is rakni akár egy ilyen, azt hiszem a Gedzon Fernandez, meg, meg ilyeneket. Igen, és akkor Gedzon Fernándezből is, ugye Golden Globe 2-ből beleraktak, és így ilyen fantasztikus lapot kapsz belőle, ami majdnem, hogy ilyen 80 rating fölötti lap. Úgyhogy itt meg tudjátok nézni mindegyiknél a dolgokat. A Founders Evolution-nél pedig ugye maximum 83-as ratingű csatár tudtok belerakni, itt is ajánlják, ugye. És ugye itt kapsz weak is, kapsz space, kapsz dribblinget, kapsz mindent. Ide is a legtöbben ilyen... Miket szoktak itt csinálni az emberek, ilyen, 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 ilyen Darwin meg ilyeneket. Itt is meg tudjátok nézni, ugye én csináltam a Ferran ezt a werner is sokan csinálják, a Dáncsumát is sokan csinálják, a Bétót is sokan csinálják, de én mondom, ezen az oldalon meg tudsz minden nézni, ezen az oldalon egy olyat is tudsz csinálni, mint például itt van ő, ő egy fantasztikus dolog. Egy egy azt hiszem 99-99 balansz uh, agilitival rendelkezik, és nagyon vannak, és angol ligás. Olyat is tudsz csinálni, hogy ide rájössz egy csapatra vagy egy nemzetre, és kiadja az evolúció fülön azokat, amiket te tudsz csinálni, akármit. Úgyhogy ezért is nagyon jó ez az oldal. De ha nemzetre nyomsz rá, akkor is szerintem meg tudod nézni. Igen. Azt nem összekeverni itt a dolgokkal, hogyha például van egy ilyen Harry kéne és rámész az evolúcióra, akkor ez csak, ez, ez csak egy exempel, nem az ingame dolog. Úgyhogy csak azokat nézzétek, hogyha például rámesztek egy játékosra, csak az, az, azokat a játékosokat higgyetek így az oldalnak, ne higgyetek el mindent, akinél itt írja a játékos alatt, hogy mikben lehet megcsinálni, amiknél nem írja, mint például volt az előbb a Harry meg mondjuk itt a De Bruyne, hogy example, nem ingém, azokat még nem lehet csinálni, de lehet, hogy majd később valamikor lehet. Ami még nagyon fontos, hogy a jönni fog a Centurion promó majd valamikor, és elméletileg lesznek Centurion ikonok, meg lesznek Centurion lapok, amiket lehet majd evolválni. Úgyhogy promo lapokat is lehet majd evolválni. A trendingben, meg még egy olyan dolgot tudok nektek mutatni, hogyha kíváncsiak vagytok arra, hogy euh, miket érdemes mondjuk a bronzosnál upgrade meg ilyenek, akkor beállítjátok azt, hogy be bementek a trendingbe, beállítják azt, hogy bronz, és akkor itt például itt a Bellingham például, a, be a Jude Bellinghamnek a testvére, és tök jó rendelkezik, e, ilyen 3-4 tetokkal rosszabb csak, mint a Jude Bellingham, és magasabb is, csak ugye angol másodosztályban játszik, akkor itt van ő például, ő is nagyon jó lehet, Wolfsos. Nagyon-nagyon sok választási lehetőségetek, nagyon sok választási lehetőségetek van. Arra rá tudtok menni, hogy a metára mentek rá, 5 skill és akkor 84-es lap lesz. Vagy a metára mentek rá, vagy pedig arra, hogy a kedvenc játékosotokat upgrade kedvenc csapatotokból upgrade kedvenc nemzetekből upgrade-eltek. Úgyhogy ö, nagyjából ennyi lenne itt a dolog. Ezen az oldalon tudtok használni ö, mindent. Meg mondom még egyszer, hogyha bejöttek ide az evolution és mondjuk a klubotokban megvan a játékos, akkor bele tudjátok ide rakni, és meg tudjátok nézni, mi lesz belőle. Meg... Ö, ja, nagyjából ennyi is egyszer. Úgyhogy ha van valami kérdésitek ezzel kapcsolatban, akár kommentbe írjátok le, vagy minden nap streamelünk Twitch-en is, oda is gyertek, majd benézzetek be, ha szeretnétek, a linket megtaláljátok mindenhez a leírásba, TikTokhoz, Youtubehoz, Twitchhez, mindenhez, és akkor találkozunk a következő videóba srácok, legyetek jók, sziasztok!